Srácok, ebben a videóban erről a rohadt kézről fogok kicsit tartalmasabban beszélni, amit láthatatok a tanáros videómban. Előre mondom, hogy ez nem sponzor, tehát egy vegyétek. Ez a hátam mögött sem, ez. Mert ezt szeretem, hogy rohadt kemény, nem baj. Na és, kicsit közelebb jövök, hogy tudjak róla beszélni, meg mutogatni. Na, ez úgy működik, hogy amit itt ugye beleteszed a kezedet, és ugye amit így csinálsz, azt ez a, ezért így csinálja, ez a kéz, inkább kesztyű, mert úgy néz ki végül is. És lehet, hogy még nem láttatok ilyet, mert eddig én sem láttam. De ez valami, nem tudom milyen furcsa nevű rendszernek hívják, hogy vizet tologat az egyik csőből a másikba, itt ebben víz van, csak már elpárolgott. Ja, amúgy én is itt vagyok, sziasztok, és ez úgy működik, hogy ebből a tartályból elindul a víz, amit megnyom, és az itt lemegy ide, és a víz, ami belemegy, az megmozgatja ezt. Igen. És így működik az összes ez nagyon király, mert kb. Mindent lehet ezen állítani. Na, az első az, hogy lehet bal kézre is tenni, és tehát és mind a kettő, is. Igen, jobb kézre is, tehát nem kell átépíteni meg semmi, hogy ezt ilyen kis elemekből kell, tehát olyan, mint a makett, csak hát lehet használni is azután. Ez, és mint ahogy látjátok, onnan ott is víz van, ott látszik egy kicsit, ott úgy víz van. És ott átmegy, hogy a karba, és itt, hogy bemegy, és mi maga. Igen. És igen, na most beszélek az állítgatásokról. Itt van benne kettő ilyen kar összeszorító, és azt lehet állítani, hogy milyen nagy a kezed, attól függően. Meg itt is vannak ilyen bement az ágy alá. Tehát, bocsánat, hatásszínet, bement az ágy alá. Az a lényeg, hogy ezt is lehet itt állítani, hogy milyen hosszú a ujjad. És egy is. Tehát ezt így lehet állítgatni a kezed méretéhez kapcsoló, vagy a kezed méretéhez alkalmazkodóan. Igazából ott is lehet tekerni. Hogyha kész vagy, beállítottad a méretet, akkor ezt csak így rá kell tenni. Igen, hogy az megfogja. Igen. És ha itt beraktad a kezedet, ezzel lehet tágítani ezt az ujjai tágasságát, tehát egy értitek. Hogy ilyen mennyire álljon föl, vagy így legyen. Hát igen. Így. És ez egyébként Japánból jött meg. Egy. Tehát a kéz méretét is lehet állítani, és hát kb. Ennyi. Még sincs rajta. Ja, de hát még sok van rajta. Itt a kezeinek a befele nézőségét. Hogy mennyire álljon így, vagy tehát, hogy a kezed így álljon össze, vagy így széjjelebb legyen. Hát igen. Kicsit. És még illetve lehet azt is, hogy közelebb legyen. Igen. Vagy hát távolabb. Igen. Tehát itt van a legtávolabb, ez ilyen így, saskarom, vagy mit tudom én. Igaz, hogy így három. Így a normális. Így meg a nem normális, ez ilyen és ezt is lehet állítani, hogy a hüvelykújhoz hogy legyen. Itt van ez a három kis cucc, ezekbe lehet beletenni. Ezekbe. Tehát attól függ, hogy milyen kezesre van állítva, vagy jobb vagy bal? Igen. Úgy azokba, oda, úgy. Látja. És akkor ugyanúgy lehet mozgatni, meg minden. Na. Ezt a videót csak azért csináltam amúgy, mert egy barátom kérte,
ugye ő nézi a csatornámat, és kérte, hogy csináljak róla videót, mert többet szeretne megtudni róla. És ez mindenkire igaz, hogy ezen a csatornán megígérjük nektek, hogy nagyjából amilyen érdekesség itt, amit mi találunk, azt legtöbbször be fogjuk mutatni. Ha kéritek, persze. Ha kéritek. Nem, akkor nem. Írjátok rá. Na, és igen, tehát kommenteljetek, vagy hívjatok fel telefonon, ha ismerősök vagytok. Ez vicc volt. A kommentos kell. Kommentos kell, vagy beállítom, mert azt hiszem, hogy még nincs. Sajnos. Na mindegy. Ennyi lett volna ez a videó. És hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Nyomjatok rá egy lájkot. És igen, a dislike-ot is nyomhatok, de az meghal. A másiknak jobban örülünk. Igen, a másiknak jobban örülök. Lünk. És lünk. Még most én is bemutatom, amit tudok erről a cuccról. Na igen, és ugye mondta az elején vége a videónak, de ez nem volt igaz. Még lehet azt is tudni. Még lehet azt is tudni, hogy ugye itt az ilyen apró részleteket fogok még most mondani, hogy ugye ez a rész itt, ez be van ilyen gumival izélve. Vonva. Ez fogjátok itt. Meg! Ja, fogjátok meg! Igen, akkor... Nagyon jó. És azt is tudni kell, hogy amikor beleteszed a kezed, akkor... Amikor beletetted, akkor itt a... Üvely ujjal. Lehet állítani, hogy milyen legyen. Most például... Most jobb kezesen van, mint látjátok, jobb kézzel tettem bele. És hogyha nem így lenne beállítva. És most láthatjátok igazán, hogy ha meghúzom a feketét, ezt, akkor ez, ott itt, így, ott látjuk, hogy megnyomja, végigmegy, és ott jön a víz. Nem, videó nem annyira látszik, de ott jön a víz, és akkor az felnyomja, a rugó meg megnyomja, és így tud mozogni. Ugye itt is egy kicsit puhább, vagy hát nem puhább, de kényelmesebb, meg itt is ki van párnázva egy kicsit. És itt még, most megláttam, hogy itt látszik a legjobban, hogy ott a víz. Egy kicsit látszik a tükröződése. Igen. De csak egy nagyon kicsit. Hogy látjátok? És akkor itt, megnézzétek meg. És hogyha egy kicsit csönd van, akkor halljátok is. Meg ott látjátok a buborékokat is. Úgyhogy igen. Egyébként sok helyen van jól kipárnázva. Szerintem egy jó cucc ez. Ez japán találmány. És még egyszer mondjuk, hogy ez nem szponzor! Igen, ez nem szponzoráció. És igazából ennyi lett volna most már tényleg a videó. Ha többet szeretnétek megtudni erről, akkor hát igazából nincs több funkciója nagyon. Már csak az ilyen összerakási van, de hát... Nem, hogyha többet szeretnétek megtudni róla, akkor vegyétek meg. Igen, az ennyi. A legjobb. Akkor iratkozzatok fel. Igen. Ezt majd megköszönjük. Lájkot is. Sziasztok. Jó viccetem. Sziasztok.